Sziasztok, Gyerei Tamás vagyok. Szegedi halászlevet főzök ma. Méghozzá ponyból, azt tudni kell, hogy a halászlevet sokféleképpen főzik. Lehet többféle halból is főzni. Tehát főzik 3-4, néha 5-féle halból is, de a ponyból főzött halászlé is teljesen elfogadott és jó, feltéve, ha nagyon szép friss halat kapunk. Tehát mindenképpen érdemes, hogy halászlevet főzünk, élő halat venni. Én csak ezt teszem. Nekem a kedvencem a pikkelyes ponty, egyébként a nyurgapont volna a non plus ultra a legtökéletesebb. Csak nyurgapontot elég nehéz beszerezni. Leginkább a halászok kiváltsága ez. Tehát itt van egy gyönyörű szép hal, még teljesen egyben van. Az első dolgunk az, hogy kihámozzuk a pikkelyéből. Kezdjük is hozzá. A farkánál picit megbontom. Óvatosan, hogy a bőrét ne vágjam át. Teszek egy bemetszést. Az elején mindig egy picit nehezebb, és amikor már elindult, akkor utána már egyre könnyebb lesz. Gyakorlatilag az a lényege, hogy finom érzékkel a bőre fölött kell haladnunk, és szép lassan ide-oda húzva a késpengéjét, persze jó édes késsel, kihámozzuk a pikkely kabátjából a pontyot. Kezünkre vigyázzunk, nem kell vele kapkodni. Hogyha ügyesen dolgozunk, akkor nem is lesz az egész konyha tele pikkellyel. Jó erősen meg kell fogni, mert ugye a halas csúszik. Szépen minden végighaladok, egészen tetejéig. Itt már ki is jöttem, hát azért igen, azért megy a pikkely kicsit, de óvatosan bánunk vele. És szépen lejön a hal bundája. Közben mesélek a halászlevekről, hogy Magyarország autentikus és nagyon-nagyon híres étele a halászlé. Készítsék az bárhol is, és nagyon-nagyon sok fajtája van, szinte ahány ház, annyi halászlé, ezt nyugodtan el lehet mondani. De hogyha szeretnék őket kategorizálni, akkor három nagy csoportot szoktunk emlegetni. A bajait, a szegedit, és így mondhatnánk nyugodtan, hogy tiszai és dunai egyébként, ez még helyesebb volna, és a Balaton környéki halászlevet. Ezek közül a bajai és a szegedi, ez a két halászlé típus, ahol alapvető különbségek vannak az elkészítés során. De mind a két tájegységre jellemző, hogy a legtöbb halász, halászcsárda és szakács, aki szeret halászlevet főzni, az nagyjából 5 dolgot használ fel a halászléhez. A friss halat, ami lehet vagy ponty, vagy többféle hal, majd erről mesélek még. A paprika, ami a másik legfontosabb kelléke a jó magyar halászlének. A lehető legjobb minőségű paprikát választjuk, tehát ebből egyszerűen csúcsminőségkel. A legjobb, hogyha van ismerősünk, aki házilag csinálja és nagyon jól csinál. Ha nem tudunk ilyet szerezni, akkor a boltba szerintem a legdrágábbat vegyétek meg, mert ezen nem szabad spórolni. A vörös hagyma, a só, a tiszta víz, és ha szegediről beszélünk, de ha bajairól, akkor is mindenképpen kell hozzá egy kis csípős paprika. Ezt csak akkor hagyjuk el, hogyha a családban mondjuk gyerekek vannak és abszolút nem szeretik, de én még akkor is belefőzöm, ugyanis majd egészbe fogom belerakni. Ha egészbe főzzük bele a csípős paprikát, akár friss, akár szárított, akkor nem lesz tőle csípős a lé, hanem csak akkor lesz csípős, amikor kivesszük, megkapargatjuk és tálalásnál beletesszük a már kész halászlébe. Na szóval, ott tartottunk, hogy kihámozom szépen a pontyot. Hát itt még megnézzük, hogy sehol nem maradjon pikkely. De ha jól dolgoztunk, akkor már általában csak így szokott. Ezt majd a végén még lebontom róla. Megfordítom, és gyakorlatilag a másik oldalról ugyanez fog történni. Itt az elején egy picit megnyitom. Mindemellett parázsviták vannak, leginkább Szeged és Baja között, hogy ki a jobb hallé. Most erről nem szabad vitatkozni, mert igazából mind a kettő nagyon finom. Hogyha jó alapanyagból és szakértő műgonddal készítjük el, akkor mind a két halászlé igen-igen jó lesz, és nagyon finom. Annyit érdemes tudni még a történelmből, hogy a bajai halászlé az ősi, az eredeti halászlé, a szegedi pedig már a bajaiból egy újra gondolt verzió, az 1800-as évek végén jelent meg, egy szegedi halászcsárda tulajdonosa rukkolt ki vele, és mivel hogy a szegedi halászlé passzírozott, és a halat
leginkább irdat formájában adják föl hozzá. Ezért én arra következtettem, de ez már csak az én elképzelésem, mint szakács és mint laikus, hogy szerintem a külföldi halászlevek mintájára főztek belőle alaplevet. Ugyanis, ha megnézzük a külföldi halleveket, mert majdnem minden országban főznek egyébként valamilyen formában hallevet vagy halászlevet, szinte mindegyik főz alaplevet hozzá. A bajai az egy bográcsban elkészülő passzírozás nélküli halászlé a legegyszerűbb módszer. A szegedi egy kifinomultabb, egy tovább gondolt dolog. Tehát az alaplé főzése már arra utal, hogy ezt tovább akarták finomítani és fejleszteni. A passzírozás már szerintem egy saját elképzelés volt, tehát azért passzírozgatni nem nagyon szokták külföldön, általában kinyomkodják erőteljesen, hogy ne kerüljön ki a szemétbe az értékes lé. De ugye a szegedinek az a lényege, hogy az összes főtt húst a fejről és a leelső részekről, illetve esetlegesen hozzáadott apró halakból kinyert főtt húst a hagymával együtt, azt maradéktalanul átpasszírozzák, és nagyon finom formában, szálkamentesen a lébe juttassák. Ezt majd újraforraljuk, és a kifilézett, beirdalt halfilét fogjuk belefőzni már ebbe a kész alaplébe. Ilyenkor a pikkelyeket meg szépen leveszük róla. Na, amikor ezzel meg vagyunk, akkor érdemes nagyjából a pikkelyeket eltávolítani a deszkáról, hogy ne kerüljenek bele az ételbe. Illetve még egyszer átnézzük a halat, a hasaján érdemes nézni, mert itt szokott még általában ugye, itt már nehéz levágni, és akkor ilyenkor szépen lekapargatom róla az itt megrekedt pikkelyeket, meg itt is van még neki. Én akkor megfogom, belenyúlok a kopottyújára, itt jó erősen meg tudom fogni, nem csúszkál a kezembe a hal, és akkor innen egyszerűen ezt még levágom. Finoman, hogy minél kevésbé vágják bele a halba. Ezt még így eltávolítom belőle. És akkor a pikkelyeket, amennyire lehet, legalább a nagy részét a deszkáról szépen eltávolítjuk. Hát csak azért is, mert ugye a pikkely az, ami érintkezik a vízzel, tehát lehet szennyezett. És én akkor ezt kidobom mindig. Miután a pikkelyeket sikerült eltávolítani, a következő lépés az uszonyok levágása lesz. Ez is megosztó dolog, mert van, aki rajta hagyja, van, aki nem. Az a helyzet, hogy nagyban függ ez attól, hogy milyen vízből fogták a halat. Ugyanis ha nem szép vízből fogták, vagy iszaposabb volt, vagy egy olyan halastó volt, ahol nem volt annyira jó a vízminőség, túl sok hal volt benne, akkor az uszonyok tartalmazhatnak olyan ízeket, amik ártanak a halászlének. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy biztonsági dolog. Túl sok íz nem fő ki az uszonyokból, de vannak olyan területek, például a Brezdán, hogy más nem nincsek, ahol ez véteknek számít, ők rajta adnak mindent. Gyakorlatilag ők azt mondják, hogy semmit nem szabad levágni a halról, még az úszóholyagot is belefőzik a halászlébe, és egyébként nagyon jó halászlevet főznek. Szóval ez is jó példa arra, hogy ahány ház, annyi halászlé, de hogy még területen belül is, tehát még egy területen belül is nagy különbségek vannak. Szóval megvagyunk az uszonyok eltávolításával, most pedig jöhet a hal kibelezése. Hát ezt el kell, hogy fordítsam, hogy lássák, mindenki jól lássa, innen indulok, és óvatosan, hogy a hasüreget ne vágjam át, tehát hogy ne vágjak semmit föl benne, éppen csak átmetszem, végig haladok. És kész. Ha szerencsénk van, akkor van benne vagy tej, vagy ikra. Mind a kettőnek örülünk. Nekem a tej a kedvencem. A hal tejet nagyon szeretem, de az ikra is kiváló. Igen, ezt nem mondtam el, hogyha többféle halból készítjük a halászlevet, akkor mi a helyzet? Szóval hal tej. Mázlin van. Miket használhatunk fel hozzá? Hát szinte mindent. Leggyakoribb egyébként a szürke harcsa. Én azt javaslom, nagyon szeretem. Nagyon jó hozzá a fogas. A fogas eleve egy kiváló hal. Nagyon kevés szálkával. Nagyon jó hozzá a csuka. A csukában nem szabad sokat rakni, a csukának intenzív, erőteljes íze van. Tehát a csukát használunk hozzá, abból fajlagosan kevesebbet rakjunk. Szépen lepucolom a tejet, leveszek róla mindent, ami nem odaillő és nem gusztusos. Ha vannak rajta kis zsírok, én ezt rajta hagyom, én nagyon szeretem a halzsírt,
tehát nekem nincs vele bajom, de ha valaki nem szereti, akkor szépen pucolja azt is. Ezek pedig azok a részek, amiket már nem használunk el semmire. Tehát a belsőségek, az uszonyok első körben még nem végeztünk teljesen, mert most leszedjük a fejét szépen. Itt bevágom, és egyszerűen a fej ívét követve a kopottyú mentén végigvágom alatt. És amikor ez megtörtént, akkor meg tudom csavarni a fejét. Akkor eldöntjük, hogy ezt most csak egyszerre csavarjuk, vagy levágjuk bárdal. Mind a két megoldás jó. De még nem végeztünk. Hogyha biztosra akarunk menni, és nem szeretnénk semmiféle melléktiszta halászlébe, akkor távolítsuk el a kopottyúját is. A kopottyú ugyanis ugye az oxigén felvétele szükséges, ezzel lélegzik a hal, tehát gyakorlatilag a kopottyún keresztül a vízből minden átmegy. Tehát a kopottyú szűri meg a vízből összes oda nem illő kellemetlen ízt, tehát azt mindenképpen érdemes eltávolítani. Tehát teszem hozzá, ha tiszta vízből fogták a halat, és tudom, hogy tiszta vízből fogták, és nem valami pocsolyából, akkor még a kopottyú is lehet jó. Én a sózást használom ilyenkor, lesózom a halat jó pár órával, a hal fejet is, akár egész éjszakára lesózom, besózok a kopottyújába is, lesózok mindenét, majd szépen ezt a só lemarnja róla a bőrén található nyálas réteget, ezt teljesen lesikálom róla, teljesen szárazra, és így gyakorlatilag a só által eltávolítok belőle minden kellemetlen ízt. De még egyszer mondom, a tuti megoldás az, hogyha ezeket mind kiszedjük belőle. Van a halnak egy úgynevezett keserű foga, gyakorlatilag ez egy csontlemezke, amiről az a hír járja, hogy keserűvé teszi a halászlevet, de nem teszi azzal. Ha gondoljátok, nyugodtan ki lehet venni, aki biztosra akar menni, innen ki lehet szépen pattintani, de valójában nem lesz tőle semmi baj. Én már 8 éve úgy főzöm a halászlevet, hogy sose veszem ki a keserű fogát, és még egyszer nem volt keserű halászlevem. Most jön a filézés, tehát nincs már farka, nincs már feje, és gyakorlatilag innen elindulva, a gerinc mentén ejtek egy vágást, nagyjából eddig a pontig, mert eddig a pontig tartanak a hal oldalszálkái. Itt már be tudok vágni. És a gerincre ráfeszítve a kés pengéjét, itt már le tudom húzni, tehát a farok része már megvan, és most jön a bonyolultabb része. Most kell lefejteni szépen a gerincről a halhúst. Ha nem sikerül tökéletesen vagy nagyon szépen, ne bánkodjunk rajta, hiszen az alaplébe belefőzünk minden kis porcikáját, tehát ugye a szegedi halászlénél nem vész kárba semmi. Tökéletesen elfőzünk minden egyes kis darabkát belőle, szép lassan fejteket emel, látszódnak is szépen a bordacsontok, emellett haladva. Ha már ez megvan, akkor itt már át tudom helyezni a kést ide, és ráfeszítve a bordacsontokra, egyszerű gyors mozdulatokkal ezt lehet tanulni fejteni úgy, hogy az oldalcsontokat, azokat tökéletesen eltávolítom a halról, és amit látszik, nem is hagytam el a sok halhúst. És ilyen másik fele, ilyenkor megfordítom. Itt is végzek egy vágást. Itt már megint át tudom szúrni a halhúst, és szép lassan nem kell kapkodni. Le tudom szépen fejtegetni. És megint ugyanezt történik, csak a másik oldalról. A lehető legkevesebb húst rajta hagyva. Végig haladok. És lefejtem a halfiléket. Megkaptuk a hal fejnélküli csontvázát. Ezt már gyakorlatilag főzhetjük is majd bele az alaplébe. De még mielőtt nekiállnak az alapjének, van még egy fontos elintézni valunk. Én levágom mindig a hal legvégét, tehát a farok legutolsó részét, ezt is belefőzöm az alapjébe, illetve a hasalja részét, ami szintén zsíros, viszont nagy jó ízeket tartalmaz, egyenesen levágom. Ezzel gyakorlatilag megformázom a halfilét. És itt is. Ezeket mind belefőzzük az alapjébe. Most pedig jött az írdalás. Megvan a filénk. Ugye nem végeztünk még, hiába vettük ki a bordaszálkákat, a hal húsa tele van Y-szálkákkal. Ezeket mechanikusan át tudom vágni, úgy, hogy a bőrt nem vágom át. Ezt gyakorolni kell, egyébként nagyon egyszerű, csak gyakorlat kell hozzá. Nagyjából itt kezdődnek a szálkák. Lehet is hallani, ahogy a szálka serceg.
ne vágjuk át a bőrét, azt tartja össze. És szép lassan, a lehető legsűrűbben vágjuk be annyira, hogy a szálkát szépen átvágjuk. Ha jól dolgoztunk, akkor egyben marad az egész, és látszik szépen, hogy mindenhol végigvágtam. Na most itt aztán fölvághatjuk kicsi kockákra is, fölvághatjuk újnyi vastag darabokra is. Általában ilyen újnyi darabokra vágják a halászlébe a halat, úgyhogy most így teszek én is, de aki otthon, pici kis faltkákat szeretne csinálni belőle, hogy könnyebb legyen mondjuk elfogyasztani, az nyugodtan felvághatja kockára is. Az így kifilézett halakat tálba rakom, és be fogom majd mindjárt sózni, még mielőtt nekiállnák bármilyen halászléfőzésnek. És meg is vegyünk, és megvan a gyönyörű szép, beírdalt szálkamentes halunk. Én általában ilyenkor csinálok egy kis tereprendezést, lepucolom a deszkát, és jöhet a sózás, aztán a főzés. Van egy nagyon kevés kis haltejünk, hát sajnos picik voltak a pontyok. Apropó, még ezt hagyd tegyem hozzá, a kisebb pontyok a biztosabbak, ugyanis minél nagyobb egy ponty, annál zsírosabb, és annál több esélyünk van rá, hogy egy iszapízű, iszapos pontyot nyerünk, kapunk otthonra meg, és azzal nehéz dolgozni. Ha iszapízű hal, azt nagyon nehéz helyre hozni, gyakorlatilag tönkre rakja az egész halászlevet. Szóval én ilyenkor letörögetem a nyálkát a halról teljesen. Láttam olyan szakácsot, aki leforrázta, tehát forrásból lévő vizet öntött rá egy pillanatra, és utána késsel lekapargatta. Én nagyon szeretem lesózni, és mondom, ha több óráig hagyom a sóba, aztán úgy sikálom le, de legalább ilyenkor annyit megteszünk mindenképpen, hogy legalább egy nedves papírtörlővel a külső nyálkaréteget letöröljük róla. A belső része már nem fontos, hiszen ott a vízzel nem érintkezett, de nagyon szép, tiszta a belseje van. Ezt érdemes egy picikét összevágni, csak azért, hogy a passziózás miatt majd könnyebben bánjunk el vele. Legalább ketté vágni. És akkor gyakorlatilag elő van készítve most már az alapéhez a hal. És most pedig jöhet a só. Amíg az alapvetet készítjük, addig szépen hagyjuk sóban állni az összes halfilét. A sótól nem csak jó íze lesz, hiszen átjárja a só, de egy picikét az állaga is masszívabb. Ugye a só dehidratál, tehát valamennyi vizet vonál majd a haltól, viszont az így előkészített, lesózott hal kevésbé fül szét majd a kész lébe. Ezt berakhatjuk a hűtőbe is, a további felhasználásig. A haltejet én csak később sózom, ha túl sokat áll a sóba, ugyanis nagyon megkeményedik, tehát ezt csak főzés előtt egy ilyen 2-3 percet sózom meg, éppen hogy csak átjárja, főleg ha ilyen pici. De még van egy kis hagymánk, amit meg kell pucoljunk, ami ugye mindenképpen nagyon fontos a halászletünkhöz. Na most pedig beszéljünk a halászni arányokról. Nagyjából fél kiló halat számolunk egy főre, élősúlyba számítva. De attól is függ, hogy ki eszik, nyilván nem, hogy gyerekek eszik, vagy 100 kilós férfiak, de az átlag arány, ami a legjobb, és ebben egyébként egyezik a Szeged és a Baja is. Nagyjából a fél kiló, tehát a 35 dekánál kevesebbet semmiképpen nem ajánlok. Fél kilónál viszont akár több is lehet, de ez egy ilyen nagyon jó kis szám. És nagyjából annyi vizet teszek hozzá, mennyi a hal volt, egy picivel többet. De egészen pontosan 50 dek a halhoz 6 deci vizet számolok. Ezeket a sarokszámokat érdemes megegyezni. 1 liter halászléhez számolok egy fejhagymát. Tehát körülbelül 2 kiló volt a pontyunk, egy picivel több, akkor ez legalább 2 fej hagyma, ez nagyjából 2 liter víz lesz, és én literenként egy pupos evőkanál fűszerpaprikát is használok majd hozzá. Ezeket érdemes megjegyezni, aki még nem főzött otthon halászlevet. Fél kiló hal per fő, 6 deci víz fél kiló halhoz, 1 literhez pedig egy közepes fej hagyma, amit összevágok finomra, megint csak érdekes a hányház annyi darabolás. Amikor szakástanuló voltam, azt tanították, hogy fél főre kell vágni. A fél fő az a hajszál vékony csík. Igen ám, csak egy passzírozásnál ez sokkal nehezebb átnyomni, tehát a hagyma hamarabb megfül, sokkal jobban szétfő, hogyha finomra vágjuk. Éppen ezért én azt javaslom, hogy vágjátok inkább finomra, de van, aki például egészbe főzi bele. Szerintem olyan sok hagyma nem kell vele, ezt a mennyiségű hagymát összevágni finomra nem egy nagy sztori. Nem kell annyira finomra vágni, mint egy tatár bisztekbe, de minél apróbb vágjuk a hagymát, annál hamarabb és könnyebben át tudjuk majd passzírozni később.
azt mondja, hogy még egy nagyon fontos kérdés, a halászlé egyéb hozzávalói. Tehát én 5 alapanyagot használok föl hozzá, ettől függetlenül, ha megnézzük a nagy halfűzőket, és akármelyiket nézhetjük, nem találunk itt egyforma halászlevet valószínűleg. Mindenki egy picikét másképpen főzi, és ez igaz a hozzávalókra is, ugyanis nagyon sokan tesznek bele paprikát, édes paprikát, paradicsomot, de én már láttam a köménymagtól kezdve a majonnáig mindenféle fűszert is. Tehát az a helyet, hogy nagyon-nagyon sok féleképpen gondolják ezt jónak. Sőt, utána is olvastam egy 36-ba kiadott Csáki Sándor szakácskönyvben, ott a szegedi halászlevet háromféleképpen írták le. És ezt 36-ba adták ki ezt a könyvet. Csáki Sándor a kor legnagyobb szakácsa volt, ezt érdemes volt tudni, és a szakács könyve igazi biblia, úgyhogy aki tudja, szerezze meg, olyan recepteket talál benne, hogy elképesztő. És csak szegediből 3 verziót írt le, és mind a 3 különböző volt, azt mondanom csak el, persze. Az egyikben volt majronna, köménymag, fokhagyma, tehát én csak csodálkoztam, hogy mik vannak. Manapság az a legelfogadottabb, hogy az 5 alap, és a paprika paradicsom az pedig hozzáadható. Ezen kívül még van egy kórhely halászlevünk, ami teljesen a többitől előtt, ugye ez tejfölös citromlével pikáns van ízesítve, tehát egy pikáns citromleves tejfölös verzió. Főzik savanyú káposztával is, tehát igazából nagyon sokfajta verziója van, de még a sima egyszerű alap halászlevet is ilyen sokféleképpen főzik. Mehet rá a só. A só aránya is érdekes, alapból én úgy szoktam számolni a sót, hogy 1%-ot számolok. Ez azt jelenti, hogy 1 liter vízhez 1 deka sót legalább számolok, de itt be volt sózva már a halfilé, ezt számoljuk hozzá, úgyhogy az elején óvatosan sózok, és ha szükséges, akkor a végén adok még hozzá. Ja igen, nagyon sokan tesznek bele fekete borsot, tehát a régi receptek is írnak sok helyen fekete borsot, mert ez kb. 2 liter víz volt idáig, és nagyjából ennyire is van szükségünk. Nyilvánvaló dolog, minél kevesebb a víz, annál tömörebb és erőteljesebb lesz a halászlevünk. Ez egyszerű fizika, tehát ha sok vizet teszünk rá, akkor nem lesz olyan jó. Viszont ugye a szegedinél az alapot főzzük legalább 1 órán keresztül, és itt is az 1 és a 2 óra között változik a főzési idő, mindenki másra esküszik. Hát maradjunk annyiba, hogy legalább 1 órán keresztül főzzük majd, és én teszek bele egészben csípős paprikát szárítva, de semmiképpen nem fogom benne széttörni vagy célzúzni, hiszen az a cél, hogy ne legyen alapból csípős a halászlevünk, és majd a végén, amikor megfőtt, ezt kiemelem, még a passziódás előtt, és úgy teszem bele, ahogy a fogyasztók ízlése diktálja. Most pedig mehet föl. Fél órát főtt az alaplé. Ilyenkor mindig félrehúzom, egy picit hagyom állni egy pár percig. Az a zsír mennyiség, ami kifőtt a halcsontokról és a halfejekről, ez ugye feljön a létetejére, és ezt szórom meg paprikával, ugyanis a paprika a legjobban a zsírban oldódik ki. Tehát beleszóratom éppen a lobogó forró alaplébe is, csak egy picit jobban kioldódik a színe. Hagyom egy pár percig rajta, legalább 2 kanál paprika ilyenkor, ezzel fogom befejezni a főzést, és miután átpasszíroztam, újra kóstolom, és ha úgy érzem, hogy nem elég szép a színe, vagy nem elég paprikás, akkor még a legvégén egy keveset tehetek hozzá. Ilyenkor visszarakom, mehet is a forrás, újra forralom. Egy dolog biztos, a passziolódás során valamennyi paprikát elveszítünk. Akármennyire is erőteljesen kinyomkodjuk, azért egy csomó paprika rá ugye bevonja a halcsontokat, tehát valamennyi paprikát sajnos a passziolódás során kidobunk. Tehát előfordulhat, hogy a végén egy picit még rá kell erősíteni, de nem mindig. Most, hogy már több mint egy órája főzöm az alaplevet, eljött az ideje a passzírozásnak. Át fogom szedni ebbe a keverőtálba a hozzávalókat, mert ez a jó nagy fazék, ez ideális nekem a passzírozáshoz. Megint nagy kérdés, hogyan is passzírozzunk. Ezt is sokféleképpen lehet, én egy nagyon hagyományos verziót fogok bemutatni. Egy szűrőn keresztül fogom átnyomkodni a levet. Ez a leggyakrabban használt technológia. Szükség van hozzá egy jó erős szűrőre, ami bírja az erőkifejtést. És megnézem ezzel a kisebb kanállal, ugyanis a cél az,
hogy a lehető legtöbb levet és a legtöbb halhúst és hagymát tudjam átpasszírozni ezeken a szűrő lukakon. És a csípős paprikákat kivesszük most gyorsan, mielőtt kifakadnak, és a végén túl csípős lesz a halászlevünk. És gyakorlatilag az a lényege, hogy egyszerre ne vegyünk sokat, hanem mindig csak egy keveset, és azt jó erősen nyomkodjuk át. Ha nagyon megfakoljuk, akkor egyszerűen nem fogjuk tudni a nagy mennyiség miatt normálisan átpasszírozni. Ha kellőképpen megfőttek a halcsontok, akkor pillanatok alatt széthúzik darabokra a fej is. Azt el sem mondtam, hogy a legjobb akkor a halászlé, hogyha bográsban, vízparton főzzük. Egyrészt, mert bográsban főtt étel, annak mindig jobb íze van, mint amit gázon főzünk. Másrészt meg egy elképesztő hangulata is van, úgyhogy ez mindenképpen egy jó dolog. Aki teheti, az mindenképpen próbálja ki. Régen hagyományosan, tradicionálisan csak uszadékfával főzték bográsban és vízparton a halászlevet. Amit a víz kilökött és már kiszáradt a vízparton uszadékfa, azt használták föl. A nagyon kényes halászok még azt is kiválogatták, hogy milyen fajta fából csinálják. Na, gyakorlatilag az első kanállal végeztem is. Lehet látni, hogy át tudom passzírozni a megfőtt halhúst. És ha nem folyik bele abszolút lé, akkor jól dolgoztunk. Ezt kidobjuk, és jöhet a következő kanál. Túl vagyunk a halászlé főzés legnehezebb részén, a passzírozáson. Ugye ez egy kemény erős művelet, hogyha azt akarjuk, hogy jól legyen, akkor tényleg rendesen ki kell bele nyomkodni mindent. Újra forraljuk a levet, ez mindjárt meg is történik, és én 5 perccel ezelőtt a haltejeket is besúztam, pont annyira, hogy ne legyen sótlan. Kivettem a hűtőből a már előkészített, behidalt halszeleteket. Ilyenkor már meg lehet kóstolni egészen nyugodtan a halászlevet, sőt meg lehet hamarabb is kóstolni, ha szeretnénk, de most már azért jónak kell lenni az ízének, és ha beletesszük még ezt a rengeteg halat, meg haltejet, annak még mind bele fog fődni az íze, és ha Isten nagy megmaradna, reméljük, hogy nem, de ha mégis megmaradna másnap ebből a halászléből, ez olyan kocsonya lesz, hogy késsel ki lehet majd vágni az edényből. Hiszen ha jól belegondolunk, ez egy igazi fehérje bomba. Felfort, úgyhogy mehetnek bele a halak szépen. Kezdem mindenképpen a halakkal, és szépen beleengedjük őket a forrásban lévő halásztébe. Ugye volt ideje, egy bő órája a halnak, hogy a só szépen átjárja. Én már persze megkóstoltam, nekem még kicsit sótlan volt, de hát most hozzáteszünk a rengeteg sós halat, úgyhogy mindenképpen meg kell várni az utófűszeredéssel a végét, vagy majdnem a végét, hiszen akkor fog kiderülni, hogy mennyire sós valójában. Ugye a bográsnak van egy olyan hatalmas előnye, hogy ilyenkor teszek alá fát, hatalmas erővel lobog a tűz, és elképesztő gyorsan megvan. Körülbelül 10 perc főzési idő kell a halnak. Ha ennyire összevágom, akkor még annyi se. Tehát gyakorlatilag képes ilyen 6-7 perc alatt is megfőni, újra forrástól számítva. Tehát miután újra felfort a lé, percek alatt elkészül. Arra nagyon vigyázzunk, hogy semmiképpen ne főzzük túl, mert egyszerűen szétmegy benne a hal, és aztán úgy kell benne keresgélni, és ez nem jó. Szóval ugye a szegedi halászlé nagy előnye, hogy teljesen szálkamentes, tehát gyerekek is egész nyugodtan fogyaszthatják. Nem kell attól félni, hogy a szálka a torkunknak ad. Alapszava egyébként, ha bográsban főzzük a halászlevet, hogy nem szabad kevergetni. Nem is kell hozzá egyáltalán fakanál, tehát semmiféle fakanál nem kell hozzá. Ha kell, akkor megrázogatjuk főzés közben a bográcsot is, és ugyanezt majd tudom tenni a fazékkal is, tehát teljesen felesleges beletúrni bármilyen fakanállal. Ugye félreadtuk a csípős paprikát, ezt majd szétvágom, és ebből majd teszünk bele az adagos ételbe. Én például nagyon csípősen szeretem, tehát szeretem, hogyha rendesen csípa halászni. És még egy dolog, azt nem mondtam már az elején, hogy a halfejeket félbe lehet nyugodtan vágni, azt nagyon sokan megteszik egyébként, hogy gyakorlatilag így ketté vágják a halfejet.
Ugyanis a hal agyában is van egy csomó minden, főleg zsír, és az jót tesz a halászlénynek, hogy ezt ketté váljuk, akkor még hamarabb szétfül. Egyszerűen gyorsabban elkészülhet, de azért a szegedi halászlény esetében, ahol főzzük összesen legalább 70-80-90 percen keresztül összességében a halakat, az egész ételt gyakorlatilag teljesen szétfőzzük, és a passzírozásnál belepasszírozunk mindent. Aki viszont nem passzírozza, ott mindenképpen érdemes ketté vágni a halfejeket. Na, én szerintem beleteszem most már a haltejet is. A halikra az, amire még jobban kell vigyázni, mert az ikra a leghajlamosabb a szétfővésre, hiszen ugye nagyon pici kis, tényleg kis ikrácskákból áll, amit egy hártya tart össze, tehát az elképesztő hamar szétfő. A tej az ilyennél sokkal szívósabb. A tejjel csak arra kell vigyázni, hogy ha sok hőt kap, akkor nagyon kemény lesz, tehát egyszerűen bekeményedik. Úgyhogy itt is egy ilyen 7-8, maximum 10 perc a főzési idő. Most megvárjuk, hogy újra forjon, és megkóstolhatjuk is. We'll be right back.